Cordyceps. A Cordycepsre, vagy kínai hernyógombára a világ 1993-ban a Stuttgarti atlétikai világbajnokságon figyelt fel. A női 3000 méteres síkfutás döntőjében a kínai futók állva hagyták a mezőnyt. Mint kiderült, a felkészülés során hernyógombát fogyasztottak. A Cordyceps növeli a vér oxigénfelvevő képességét és támogatja az ATP termelődését. Az ATP, az adenozin trifoszfát szállítja az energiát onnan, ahol keletkezik, oda, ahol szükség van rá. Vagyis a sejtekhez. A szervezetünk az ATP-t nem tudja raktározni, mindig annyi keletkezik belőle, amennyire épp szükség van. Optimális esetben. A hernyógomba megkönnyíti ezt a folyamatot, ezért bizonyítottan és mérhetően növeli a fizikai teljesítményt, anélkül, hogy a szervezetet károsítaná. Élsportolók számára nagy előny, hogy nem számít tiltott szernek, így nem fordulhat elő az, hogy egy doppingteszt után eltiltják őket a versenyzéstől. Ennek ellenére bármelyik sportoló dönthet úgy, hogy nem fogyaszt Cordycepset, de akkor fohászkodjon, hogy az ellenfelei se fogyasszák.